Mi magyarok. Legyen a zene mindenkié! Kodály Zoltán Ismerte nemzetét 1882-ben Kecskeméten született, de vasutas édesapját többször áthelyezték, így 18 éves koráig Szobon, Galántán és Nagyszombatban is élt. A Zeneakadémiai Disszertációját a magyar népdal strófa szerkezetéből írta 1906-ban. Ekkor indult híres gyűjtő útjaira, melyben méltó társra lelt Bartók Bélában. Fonográfiával több ezer dallamot rögzített. 1926-os Hári János című művében népdalokat szerkesztett. Ezek gyöngyszemek csak foglalatuk az enyém. Tudtommal most szólaltak meg először az operaház színpadán a magyar nép dalai, írta a bemutatóról. Az A jó lovas katonának című dalt azóta szinte minden magyar ismeri és szívesen énekli. Az 1932-es székely a kritika szerint nem igazi opera, csak remek mű. Az a csitári hegyek alatt dallamai Mindannyiunk szívéhez elérnek. A zenetudomány őt tartja a világ első népzenekutatójának. Kodály a kórus muzsikával igazi mozgalmat indított. Pedagógiai újítása a Kodály módszer, az iskolai zeneoktatás relatív szolmizáción alapuló metódusa. A gyermek úgy tanuljon kottát olvasni, mint a betűket. 1956-ban a forradalom híre Gaja tetőn érte. A szovjet bevonulás után a kommunisták az ő személyével akarták hitelessé tenni újra megszerzett hatalmukat, és felkérték államfőnek. Kodály ezt visszautasította. Véleményét a korról a Zrínyi Szózata című darabjában mondta el, amelyet abban az időben nem volt tanácsos emlegetni. Kodályzoltán Zoltán a világhírű zeneszerző 1967-ben halt meg Budapesten. A Hungarikum Bizottság a Kodály módszert 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM rényi Nonprofit Kft. készítette.